Váci Viktor a vendégem, sajtókapcsolati munkatársa MÁV-nál. Szeretettel köszöntelek a stúdiónkban. Köszöntelek én is, és a kedves nézőket is. Az alkalomból jöttél el hozzánk, hogy ismételten gyermekvasutasokra számítotok, és hamarosan indul a tanfolyam. Mit kell tudni erről? Miért is hirdettétek ezt meg újfent? Február 2-án indul a tavaszi gyermekvasutas tanfolyam. Minden évben két tanfolyamot indítunk, egyiket azt ősszel, a másikat pedig így a tél közepén, és ettől várjuk az utánpótlást, hiszen minden évben a két tanfolyamunkat körülbelül 100-120 gyermekvasutas végzi el, és ővelük találkozhatnak majd utána a szolgálatban is az utasok. Hol találkozhatunk velük? A gyermekvasút vonala Hűvösföldtől Széchenyi hegy állomásig tart, az egy közel 12 kilométeres vasútvonal, ahol a forgalmi és kereskedelmi szolgálatot gyermekek látják el. Ezzel be is kerültünk a Guinness rekordok könyvébe pár évvel ezelőtt. A hozt tekintve, vagy azt, hogy milyen fiatalokat is alkalmaztok ti a MÁV-nál? A gyermekvasútnak ez a budapesti vonala, a világon a leghosszabb olyan vasútvonal, ahol a forgalmi és kereskedelmi szolgálatot is gyermekek látják el. Azért mondom, hogy a világon a leghosszabb, mert más országokban is üzemelnek gyermekvasútak, ahol gyerekek látják el ugyancsak a szolgálatot, de való igaz, hogy az összes közül a miénk a leghosszabb, és talán mondhatni a legkomolyabb is. Igen, azt én is tudom tanúsítani, hétvégén ott ültem a gyermekvasúton, és tényleg felnőttet csak a vasút mellett láttam, hogy a biztonsági előírásoknak biztos mindenki megfeleljen, de fent a vonaton a gyerekek kérték a jegyet, és nagyon komolyan így néztem, hogy ez körülbelül 7-8-9 éves kisfiú lehet, és na gyerünk, az újaktól kérem a jegyeket. Annyira aranyosak voltak, és felelősségteljesen végezték a munkát. A tanfolyamon erre is odafigyeltek, a kiválasztásra, hogy odavaló-e a gyerek? A gyermekvasutas tanfolyam 4 hónapja alatt a vasutas szakma alapjaival ismerkedhetnek meg a gyerekek, tehát a jelzési és vasútforgalmi ismeretek mellett a távközlő és biztosító berendezésekkel, illetve mivel turisztikai látványosság is vagyunk, így a környék nevezetességeivel, a vasút történetével is foglalkozik egy tantárgy. Ezen kívül a személyszállítással, díjszabással, kereskedelem tantárgy keretében ismerkednek meg a gyerekek, és itt valóban a szolgáltatói magatartást, vagy hogy hogyan kell viselkedni az utasokkal, ezt is tanítjuk nekik, és felkészítjük őket a későbbi szolgálatokra. Tehát az elmélet mellett gyakorlati oktatáson is részt vesznek. Valóban, elméleti alkalmak vannak a tanfolyamnak körülbelül a kétharmad részében, és az egyharmad rész az kint a gyermekvasút vonalán történik, amikor a helyszínen meg lehet tekinteni azokat a berendezéseket, amivel a vonatok forgalmát szabályozzák, állítják a váltókat, jelzőket, illetve a környék nevezetességeit egy-egy kirándulás keretében felkeresik, és így ismerkednek meg azzal, hogy majd milyen célpontokat ajánlhatnak az utasoknak. A jelentkezőket tekintve inkább a szülő viszi oda a gyereket, vagy ő érez belső késztetést mondjuk egy kirándulás után, hogy részt vegyen a ti munkátokban? Hát is. Szerencsére elég sokan vannak olyanok, akiknek a szülei, vagy most már a nagyszülei is voltak gyermekvasutasok, vagy úttörő vasutasok, hiszen idén 70 éves a vasútvonal, tehát már 3 generáció is akár érintett lehet egy elhivatott családban a gyermekvasutazás terén, de az is jellemző, hogy akár iskolai kirándulás, vagy egyszerűen egy családi természetjárás során kap kedvet a kisgyerek ahhoz, hogy jelentkezzen a tanfolyamra. A későbbi munkájuk során elég sok időt el fog ez venni. A tanulmányi eredményükre mekkora hatással lehet, vagy ez is egy kritérium, hogy figyelitek, hogy mondjuk 4-es, 5-ös tanulóról legyen szó? A tanfolyamra olyan gyermekvasutas jelöltek jelentkezhetnek, akiknek a tanulmányi eredménye az legalább 4 egészes, és ezt utána a későbbiek folyamán is figyeljük, hogy nehogy roncsanak az iskolában, amiatt, hogy ők szolgálatba járnak, de valóban szükség van arra, hogy ők jó tanulók legyenek, hiszen amíg tanfolyamra járnak, addig az olyan, mintha egyszerre két iskolába járnának, hiszen a saját általános iskolájukban is teljesíteni kell, illetve azért elég nagy ismeretanyagot el kell sajátítani a gyermekvasutas léthez is a tanfolyamon, és utána, amikor már aktív gyermekvasutasokká válnak, akkor is a szolgálat idején az bizony előfordul, hogy iskolai tanítási napra esik, így azt a hiányzást is tudnia kell pótolni az iskolából, amikor ő egész nap a vasúton volt. És az iskolák, a tanárok mennyire tolerálják ezt?
Nagyon sok iskolában szereztünk már tapasztalatot. Általában az a pedagógus kollégák visszajelzése, hogy nagyon sokat lendít a gyerekek személyiségén a vasutas lét, tehát sokkal önállóbbak, sokkal céltudatosabbak, és talán gyorsabbak a feladatok megoldása terén. Nagyon sok élethelyzetben kell ugye helytállni, gyerekként ez egy felnőttes szerep végeredményben. Így amit ott tanulnak, vagy szokták mondani, hogy aki gyermekvasutasként kezdte, azután az egész életében meg fog látszódni. Látszik ez a tendencia a pályaválasztásukon is a gyerekeknek? Tehát most már ez eléggé régmúltra tekint vissza ez az oktatás is. Van erre valami statisztikátok, hogy aki gyermekvasutas volt, akkor az a MÁV szolgálatait veszi igénybe mondjuk 20 év múlva is? Nem feltétlen csak a vasúttársaságnál, hanem összességében a közlekedési szektor valamelyik területén helyezkedik el a későbbiek folyamán a gyerekeknek a 10-15%-a körülbelül. A beszélgetés alatt lehet látni a nagy tévén a gyerekeket többek között, hogy milyen kedvesen csapat összerázóként vannak együtt jelen nálatok. Tehát aki szeretne gyermekvasutas lenni, annak mi a teendője a gyakorlati részét tekintve? A gyermekvasút honlapján lehet jelentkezni a következő tanfolyamra, onnan érhető el a jelentkezési felület. Ahhoz, hogy valaki vasutas legyen, legalább 4 egészes tanulmányi eredmény szükséges, ezen kívül orvosi alkalmasság, az iskola és a szülő engedélye hozzájárulása is kell ahhoz, hogy elkezdhesse a tanfolyamot. És hát maga a tanfolyam kijárása is végül is egy akadály, hiszen ez egy 4 hónapos tanfolyam, heti 1 napos elfoglaltsággal jár, ami alatt kellően kitartóan bizony tanulni kell és felkészülni a tanfolyam végén következő vizsgákra. Tehát negyedikes gyerekeket is vártok oda. A negyedikesek 10 évesen vannak ennyire határozottak, hogy tudjuk, hogy igen, azt a 4 hónapot végigviszem, és belőlem gyerekvasutas lesz. Igen, általában vannak ennyire határozottak, és tényleg önmagában, aki már a vizsgákig eljut, tehát a tanfolyam alatt nem morzsolódik le, mert kellően megvan a kitartása ahhoz, hogy készüljön hétről hétre a vasutas tantárgyakból is, az már negyedikes létére is a vizsgákon biztos át fog menni. Hogy zajlik egy vizsga? Ez egy stressz helyzet a gyereknek, vagy igazából egy játékos tanulási mód, amin el fogja mondani nektek, felnőtteknek, hogy mit is tanult a 4 hónap alatt? Semmiképpen nem egy stressz helyzet teremtésére törekszünk. Nyilván tudjuk azt, hogy 4., 5., 6. osztályosok esetében ez életük első vizsgája. Viszont az is igaz, hogy ez a vasút önmagában ez egy veszélyes üzem, tehát vannak olyan minimális ismeretek, aminélkül nem lehet őket szolgálatba engedni, és a vizsgákon arra igyekszünk fényderíteni, hogy mik azok a minimális vasúti ismeretek, amiket már megszereztek, és amire a későbbiek folyamán a szolgálataik során majd tudják a további tudást építeni. Végül is a gyermekvasutas tevékenység, szolgálat, ellátás egészen egy hosszú tanulási folyamat, hiszen az egy dolog, hogy ő elvégzi a tanfolyamot, ahol az alapvető szabályokat megismeri, utána minél többet lesz ő szolgálatban, annál több helyzetben áll helyt, és onnantól fogva folyamatosan egyre több szakmai tapasztalattal rendelkezik, és nyilván amikor őket beosztjuk szolgálatba, hogy milyen beosztást lássanak el, ott is számít az, hogy kinek milyen az életútja, ki az, aki már sokszor volt váltókezelő, vagy már nagyobb forgalmú napokon is teljesített szolgálatot a pénztárban. És akkor gondolom az is számít, hogy a gyereket mi érdekli. Mit lehet csinálni? Mondjuk én lehetek mondjuk jegykezelő, vagy éppen masinista is? Masinista az sajnos nem, a mozdonyt azt felnőttek vezetik, hiszen ezek ugyanolyan járművek, mint a nagyvasúton közlekedő társaik, csak a nyomtávolság keskenyebb, de a többi vasúti beosztást azt ugyanúgy a gyerekek látják el, mint a nagyvasúton a felnőtt kollégáik. A gyermekvasút forgalmi szempontból lényegében egy mellékvonalnak minősül, tehát ugyanolyan utasítások érvényesek rá, mint egy normál nyomtávú vasúti mellékvonalon. Lehet a gyermekvasutas forgalmista, tehát ez a rendelkező vagy naplózó, ezeken, akiknek a vörös sapka van a fejükön, őket látja az utas, amikor indítja a vonatot a zöld-fehér tárcsával a gyermekvasutas. Aztán dolgozhat a pénztárban a pénztáros beosztásban, hangos bemondó lehet, váltókezelő, illetve a vonaton a jegyvizsgálói teendőket is gyermekek látják el.
azt nem ők választják meg, hogy melyik nap milyen szolgálatban mennek, hiszen az a cél, hogy mindenki az összes szakterületre betekintést nyerjen. Így reggel, amikor szolgálatban jelentkeznek, akkor a gyermekvasutas ellenőrzőjük alapján a szolgálatos nevelőtanár dönti el, hogy aznap ki milyen beosztásba kerül. Az adott beosztásban van mellettük felnőtt egy mentor, aki segít őket eligazodni, vagy teljesen magukra számíthatnak? Az állomásokon, ott mindenhol van egy felnőtt vasutas kolléga, ő az állomásfőnök, jogi értelemben ő a forgalmi szolgálattevő az állomáson, és akkor a vonatokon a mozdony személyzet két tagja, a mozdonyvezető és a vonatvezető, ők akik felnőttek, és ők azok, akik távolról figyelik a gyerekek munkáját. A különleges helyzetekre is felkészítitek a gyerekeket? Tehát most egy nagy hóhelyzetre, elakadásra gondolok, vagy akkor, ha éppen egy blitzelő van a gyermekvasúton? Igyekszünk minél több helyzetre felkészíteni őket, de az is fontos, ahogy azt az imént mondtuk, hogy van a háttérben felnőtt, tehát ha szükséges a beavatkozás, akkor ő abszolút rögtön át tudja venni az intézkedést, de azt, hogy az utasokkal milyen jellemző helyzetek adódnak, ezt már a tanfolyamon próbáljuk nekik elmondani, hiszen nagyjából tudható, hogy milyen utas probléma jelentkezhet, hogy mi az, amivel jellemzően próbálkoznak az utasok, és ezekre hogyan kell udvariasan, de határozottan a megfelelő választ megadniuk. Tehát udvarias, határozott, kicsi felnőttekről van szó. És hogyha nekik van valami stressz helyzet, akkor ki segít ezt utána megoldani? Van egy segítőtök, vagy inkább egy mentorral próbálják ők ezt feloldani? Azt, ami esetleg mondjuk egy munkahelyen nem éppen kellemes szituáció. Általában véve a gyermekvasutasok tehát egymástól is tanulnak, így azt kell mondani, hogy nem feltétlenül mindig a felnőtt vasutas dolgozó, akitől a tudást megöröklik vagy ellesik, hanem inkább a tapasztalt idősebb gyermek vasutastársaiktól szerzik az információkat. Tehát az állomási szolgálatban, vagy akár ha a vonat személyzet tagjai éppen a gyermekvasutasok, ott is mindig többen vannak, és nyilván a kevesebb szolgálattal, kisebb tapasztalattal rendelkezők, ők számíthatnak az idősebb társaik segítségére. Tehát a vasút iránt érdeklő gyerekek, akkor mondjuk el, hogy milyen utómódon jelentkezhetnek hozzátok? A gyermekvasút honlapját kell felkeresni, és ott található a jelentkezési felület, ott kell regisztrálni, illetve ott a kérdezett adatokat, például tanulmányi eredményt meg kell adni, és ezen kívül orvosi alkalmassági vizsgálatra is el kell menni, hiszen a vasúti szolgálathoz ez szükséges. Aki esetleg szeretne még jobban betekinteni, hogy mit is lehet a gyermekvasutasoknak csinálni, január 27-én vasárnap lesz a Széchenyi-hegyi végállomáson egy nyílt napunk, itt betekinthetnek a gyerekek akár a pénztáros, váltókezelő, jegyvizsgáló vagy a hangos bemondó munkájába, meg egy-két olyan járművet is megtekinthetnek, amik nem a mindennapi forgalomban vesznek részt. Meg egy személyes kérdésre végére, te voltál gyermekvasutas? Igen, én is voltam gyermekvasutas, szerencsére elég sok kollégám ugyanígy kezdte, hogy úttörővasutas vagy gyermekvasutas volt, talán a kollégák fele olyan, aki itt kezdte a pályafutását is. Annak idején téged mi motivált arra, hogy részt vegyél a MÁV munkájában? Én a szüleimmel sokat kirándultam a budai hegyekben, és alig vártam már, hogy én is negyedikes legyek, és jelentkezhessek a tanfolyamra, és utána én is ugyanúgy kék egyenruhában láthassam el a szolgálatot a budai kisvasúton. További jó munkát kívánunk akkor nektek. Köszönjük nektek. Szépen!